Forest of Radgoszt egy szláv mitológián alapuló szerb kooperatív történet alapú társas játék. A játék egyébként gyors sikereket ért el a Kickstarteren. A történet egy fiú és egy lány eltűnésével kezdődik. A falu druidája kutatócsapatot küld, hogy megtalálják a gyerekeket és visszakísérjék őket a biztonságba. A kutatásunk során be kell lépnünk Radgoszt szláv istenség mitikus birodalmába. Lássuk, mi van a dobozban. Hű, nagyon jól néz ki. Ezek a tokenek a mitikus lényekhez, illetve a karakterekhez fognak tartozni. Itt láttok ilyen zsákos tokeneket. Ez arra való, hogyha egy karakter elveszíti a zsákját, akkor egy ilyen tokent lehelyez arra a helyre, ahol elveszítette a zsákját, és addig a zsákban lévő kártyákat nem tudja használni, de később visszaszerezheti a zsákját, úgyhogy ez egy megoldható dolog a játékban. Nagyon jól néz ki. Itt 35 kartonfigurát láthatunk. Itt vannak a mitikus lények, illetve a karakterek és a társaink. Itt láthatjuk a hátoldalát. Számok, illetve nevek szerepelnek rajta. Nagyon jól néznek ki. Igazán szép illusztrációk. Meg is mutatom az elveszett gyerekeket. Itt a kislány, itt pedig a kisfiú. Itt a játéktábla. Ezt természetesen ki is hajtogatom nektek, és megmutatom, hogy hogy néz ki. A játék bemutatása közben szereplő 120-80 cm-es Green Smoke elnevezésű füstös-zöld színű univerzális playmat a playmats.eu oldalán elérhető. Itt több új terméket is megtalálhattok, mint például ezt a látványos, hangulatos playmatet, ami a Homályrévben és a Frosthavenben is használható. Amellett, hogy segít a kártyák alkatrészek elrendezésében, hozzájárul az asztalkép szép látványához is. Az ISS Vanguardhoz készült dobótálca szett pedig amellett, hogy remekül fest az asztalon, sokat segít a játékban, hiszen a csomagban mind a négy részlekhez külön-külön dobótálca található. Így nem fogjuk összekeverni, hogy melyik karakterhez melyik kocka tartozott, amikor a küldetések során segítjük egymást. És most nézzük, mi található még a dobozban. Ez pedig itt a szabályfüzet. Setup. Itt láthatjuk, hogy hogy fognak majd kinézni a kártyák. És itt vannak a karakterek, nagyon szép illusztrációkkal. Igazán meseszerű hangulat. A játékban amúgy megfogott, hogy a megszokott fantasy lények helyett egészen különleges, változatos mitológiai lényekkel találkozhatunk, ami elhoz számunkra egy érdekes, meseszerű hangulatot. Illetve itt látunk egy összefoglalót a mitikus lényekről. Ez itt a találkozások könyve. Szebbnél szebb illusztrációkkal. Ezek a lapok az elveszett gyerekekhez tartoznak. Itt egy összefoglaló a lények reakcióiról, illetve a használt szimbólumokról. Ismét láthatunk egy nagyon jó kis illusztrációt, és ennek a túloldalán pedig egy időszámlálót találhatunk. Egy tömb a csapatképességekhez.
És most igazán izgi dolgok jönnek. A karakterek képességeit ezekben a tartókban fogjuk majd tárolni. Meg is mutatom, hogy néz ki belülről. Ide fogjuk tudni majd a kártyákat becsúsztatni. Illetve a karakterekhez tartozik még zsák is. Megmutatom ez is, hogy néz ki. Ide is kártyákat fogunk tudni majd becsúsztatni. A játék természetesen tartalmaz kis talpakat is. Ezekbe fogjuk majd helyezni a kartonfigurákat. Itt vannak a dobókockák. Ötféle dobókockánk van. Ez az iránykocka. Nagyon kis hangulatos szimbólumokkal. Van még négy dobókockánk. Egy D6. Egy D10, egy D12, illetve egy D20. A játék tartalmaz még további izgalmas meglepetéseket. A játék tartalmaz fedőkártyákat is, ezeket is megmutatom. Ezeket a kártyákat akkor fogjuk majd a játéktáblára helyezni, ha a játék erre utasítást ad. A kártyák túloldalán egyébként QR kódot is találunk. Ezek a játék mechanizmusát nem befolyásolják. A játékot a QR kódok használata nélkül is játszhatjuk, viszont ha szeretnénk a hangulatot fokozni, akkor ezek használatával audioanyagokat érhetünk el, amivel még hangulatosabb tud lenni a játék. Itt különböző színű csúszkákat találunk. A kezemben több mint 230 kártya található, amit a játék 9 paklira osztott. Bontsuk ki ezeket a kártyákat. Ezzel a 9 különböző színű kártyapaklival dolgozik a játék, meg is mutatok párat nektek. Ezek a fehér kártyák a felfedezésre váró erdő, növény és állatvilágát tartalmazzák. Nagyon szép! Ezek a karakterek küldetéseit tartalmazzák. Tetszett a videó, nézzetek körül a többi tartalom között is, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!